Ez is egy átlagos nap. Felkelek, bár semmi kedvem. Nem is reggelizek. Anyu próbál felvidítani, persze se nem sikerül neki. Ad pénzt, 2-3 eurót. Ha nagyon szomorú vagyok, ötöt is. Vegyél valami finomat. Buszozás a sok bunkóval. Befutok a boltba. 7:25-re suliba vagyok. Persze, Vivi, az ő élete izgalmas, igazi menő. Tipikus fegmacsáj, de amúgy vicces és okos is. Persze, észre sem vesz. Mindig csak fruzsi. Ha velem is barátkozna, én is menő lennék. Sziasztok! Szia! Hát persze, senki nem figyel rám. Csak a stréberek köszönnek vissza. Így megy ez. Kipakolok, ismétlek. Becsenget. Kicsenget, becsenget, kicsenget. Minden nap ugyanaz. Körbe, körbe. Halló, Kati? Jössz ki ma a haverokkal? Nem is tudom, kik jönnek még? Fruzsi, én, Vili, meg ezek. Jó, legyen. Anyám, hozzám szólt. Azt akarják, menjek velük. Barátkozni akarnak. Remélem nem bénázom el. Most vagy soha. A Malom utcába megyünk? Mit én tudjam, hogy hívják? Ha igen, akkor ez a Malom utca, ez egy nagyon fontos út volt. Régen itt voltam magam. Ez volt a főút. És kit érdekel? Zsuvak a szamar? Még nem. Tessék itt egy zsuvak. És mit csinálják vele? Tedd fel a fogsorhoz. Miért tenném? Na mi van, betajta? Jó, ne legyél ma olyan beszari. Hagyjátok ma a csoró gyerekét, ha nem akarja, akkor nem akarja. Mindegy, Vivi, ne erőltessük. Mit nem akar? Csak túl gyáva, mindig is egy senki mered. És meddig tartsam bent? Max fél óra, de neked csak elég 5 perc. Te nem veszel be? Én ilyeneket nem csinálom. Elég már a dumából, csinálod vagy nem? Gyerünk, kislány, most bevágódhat. Itt az esély, hogy tartozz valahova. Ne maradj senki. Már hogy érzed magad? Szédülök, már ilyen van is hány ingerem, de bírom. Aha. Jó van, ma more, mindjárt abba korba vagy. Azt még azt mondja, hogy bírja. Az utóbbi hónapban történt egy-két változás. Kicsit korábban jövök el otthonról. Minden reggel bevárom a barátaimat. Számítanak rám. Már suli előtt is buli van. Aztán közösen várjuk a délutánt. Hamar hozzászoktam a zsuvakhoz, most már nem vagyok tőle rosszul. Sőt, alig várom, hogy kimenjünk a többiekkel. A pangas. Hogy, az nem jó. Anika mondta, hogy ez már függőség. Tiszta fia. Szerencsét, hogy időben jöttél. Átvittem, hogy készítok, mint múltkor. Elhoztam? El, itt van, tessék. Most pedig én kérem azt, ami nekem jár. Hogy van neked ennyi pénzed? Anyu, a gyerek a kajára. Kérsz? Aha. Hú, öcsém, még csak 3. óra. Egyre korábban jön ez a pangás. Lehet, hogy sikerül észrevetlenül bemennem. Csak türelem. Bírjad még, kislány. Várd ki a megfelelő pillanatot. Figyeljük, hát én abban a egy picit túlzásra veszed? Miért? Hát azt hittem, hogy sűz dolgot. Nem. Miért? Leromlottak a jegyeid. Sorba szeded az ötöseket. És? Ez így van. És? Hát... Óra sem figyelsz, és már óra is zsuvakozol. Nem, ez nem igaz. De így van. Nem. De, ez így van. Mit csak hónap... mi voltak a rúgnak? Hát jó, hogy nekem még én is hagytam nálatok. Másért, vegyétek be. Nekünk nem kell. Mi az, hogy nem kell? Vegyétek be. Somore elég maradő. Miből? Meg az egész műsor dolgon. Iskolában is csináljátok, nem tudtok megenni. Somore, tiszta bolondok vagytok. Ez szóval mi van neked vége? Somore, tiszta bolondok vagytok. Én húztam innen, jöttök? Ha. Ti most komolyan mentek? Hát Vivi, már elmentek. De ők a barátaim. És? Te neked komolyan elvitte a zsuvák a fejedet.
szédülsz, és remegsztelek. Kiver a víz. Azt hittem, kiugrik a szívem. Szájfertőzésem volt. Sajnálom, hogy anyumnak ilyen csalódást okoztam. Nem lett több barátom. Aki ebben támogat, az nem a barátom. Az igaz barátaim tartottak meg. A tanárom sokat segített. Otthon megbüntetnek, de szeretnek is mellettem.